Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Irgalmasságodra gondolj, Urunk, és könyörületedre, amely öröktől való. Ne újjongjon ellenség fölöttünk. Szabadítsd meg népedet minden sanyarúságtól, Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájunkkal. És testvérek, a mai szemlését elhunyt édesanyja által lelküdvességért ajánljuk föl, imádkozunk jelenlévő lányáért, családtagjaiért. Mai napon az Anya Szent Egyház római Szent Franciskára emlékezik, aki megkülönböztetve szeretettel fordult, különösen a szegények felé, a szűkölködők felé. És amikor a szemlés elején lelkiismeretet vizsgálunk, akkor úgy elgondolkozhatunk azon, hogy édesanyjának ez a gondoskodó szeretete hogyan nyilvánult meg mi életünkben, mi az, amit hordoznunk tetteiből, tekintetéből, szavaiból, mely nagybőjtben is útmutatás lehet számunkra, melyből erőt merítünk, és amelyet mi is megpróbálunk megosztani másokkal. És vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úrszent. Jó nem. A mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhoz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az ők. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints jóságosan néped buzgóságára. Add, hogy testi önmegtagadásaink és jó cselekedeteink gyümölcseként lélekben újjászülessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökké. Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagyváros volt, 3 napba telt, amíg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, egy napi járásira, és hirdetni kezdte.
Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt, bűnbánati zsákruhát öltöttek. Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült. Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében, ember és állat, ökör és jú, semmit se egyék, ne legeljen és vizet se igyék. Öltsön zsákruhát, ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbe vitt. Ki tudja, hát ha irgalmas lesz és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesztünk. Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsájtotta rájuk azt a pusztulást, amelyet büntetésükre tervezett. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasz. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy. Töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Istenem, te nem veted meg a töredelme, az alázatos és töredelmes szívet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, az erős lelket éleszt fel újra bennem. Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Te a véres áldozatot nem kedveled. Ha égő áldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. Isten előtt kedves áldozata megtört lélek. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Teljes szívvel térjetek vissza most hozzám, mondja a mi Úrunk, Istenünk, mert én jóságos és irgalmas vagyok ti hozzátok. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Hogy Jónás jel volt a ninivéieknek, így lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéletem majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik dél királynője is, és helyesegni fogja az elítélésüket. Mert ő a föld végéről is eljött, hogy hallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését. Mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi. És testvérek, az evangéliumban arról hallottunk, hogy ezt Lukács leírja, hogy a csodaváró tömeg, hogy jeleket kell várni Jézustól, és mindig újabb jeleket, nagyobb jeleket, külső jeleket. És Jézus ezt a tömeget, ezt gonosz nemzedéknek nevezi. Az ember, amikor ugye elgondolkodik ezen, akkor hát egy kicsit már mentegetni is próbálja őket, mert fölelkesedtek, mentek utána, látták az életét, és hát egyre több jelet kívántak tőle, a szeretetének egyre
nagyobb jeleit várták tőle. Miért volt ez a nemzedék gonosz nemzedék, és a mi nemzedékünk nem egy ilyen gonosz nemzedék. Ha olvassuk a Szentírást, akkor észrevehetjük azt, hogy Jézusnak minden tekintete, jele, minden szava, tulajdonképpen egy jel, hogy rátnézett valakire, nem felejtette. Megérezte azt, hogy valaki megérintette a ruháját. Hátrafordult, szólt neki. Észrevette Zakeust a fügefán. Ránézett a házasságtörő asszonyra, azt mondta, én sem itt élek el téged, ennyi is többet nem vettész. Ez mind-mind jel volt. Apró jel. Nem biztos, hogy a környezete felismerte. De az az ember, akinek a lelke érzékeny volt Isten szavának a befogadására, ezt ezekből a jelekből tudott olvasni. Tömegnek, az ment utána egyre nagyobb csodákat várt. Az üzenete ennek a mai evangéliumnak az, hogy a csoda az a lelkünk mélyén történik. És hogyha a lelkünk nincs fölkészülve erre a csodára, erre a jelre, akkor nem vesz észre belőle sem. A tömeg ilyen. Az az ember viszont, aki elmélyül, aki tud imádkozni, aki bele tud helyezkedni Istennek a jelenlétébe. Érzékenyé tudja tenni a szívét és a lelkét, felismeri ezeket. És nem csak a Szentírásban, vagy olvashatunk ilyet, hanem nagyon sok emberek életében, de a mi életünkben is, hogy néha egy-egy szónak, vagy egy eseménynek rendkívüli jelentősége van, mert készüldünk erre a jel. Más észre se veszi. Számunkra pedig egy olyan jel lehet, ami megváltoztatja az életet. És ez az, azt hiszem, ami összekapcsolható egy nagybőjt lelkesség, lelkületével. A nagybőjt egy kegyelmi időszak, amikor elcsendesedünk. És nem csak azért, hogy a világnak a zaját kiszűrjük, hanem azért, hogy a lelkünket fölkészítsük arra, hogy Isten jeleit megérez. És hogyha ez úgy sikerül, akkor egészen biztos mi is felfedezünk olyan dolgokat, mint a világ zajában más ember nem vesz észre. De mi a lelkünk mélyén így? A másik ilyen gondolat, ami megjelenik az evangéliumban, hogy a föltámadásnak a kérdés. A föltámadás az nem egyszerűen csak egy igazoló jele a jó Istennek, hogy föltámasztotta Jézust. A föltámadásnak a mi életünkben is rendkívül jelentős. Tegnap temettem is, meg gyászmise is volt itt Újlakon, és láttam, hogy milyen hatással van az emberekre az a gondolat, hogy nem veszítjük el a másikat. Mert a föltámadásban magunkkal visszük azokat az emberi kapcsolatainkat. Szeretetet, az Istennek a szeretetét, de a másik embernek a szeretetét is. Lehet, hogy bizonyos dolgok kihullanak a kezünkből, a betegség által, vagy amikor meghalunk, akkor már nincs rá szükségünk, elveszítik a jelentését. De a szeretetnek a jelei, azok ott maradnak bennünk, az tovább visz. És ezek fognak megtisztulni, és ezek fognak kiteljesedni. Óriási üzenet. Egy jel. Amit az egyház folyamatosan mond, de nem mindig alkalmas a szívünk és a lelkünk arra, hogy a föltámadásnak a jelét így fölfogjuk, vagy jelentőséget befogadjuk. Imádkozzunk azért, hogy nagybőjt egy ilyen kegyelmi idő legyen számunkra, amikor egyrészt készek vagyunk befogadni Isten érintéseit, Isten jeleit, hogy Istennek a nagy tettein is tudunk elmélkedni, gondolkodni, és engedjük, hogy ezek a jelek, ezek alakítsák, formálják az életünket. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybőti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága üzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg. Megváltunk jósága és ember szeretete, az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Kérünk téged,
Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. Kérünk téged. A nagyvölgyi szent beszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban álhatatosan megmaradjunk. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét, elhunyt Márta édesanyja lelküdvért ajánljuk föl hálából, azokért a szeretett jelekért, amelyeket tőled közvetített gyermekei, unokái felé, ajándékos számára örök életet, hozzátartozóiban pedig tápláld, erősítsd a reményt, de nálad újra együtt lehetnek, hallgass meg, Urunk. Mennyei Atyánk, ezt a szentmisét betegjeinkért is felajánljuk, hogy a testi-lelki szenvedésükben ismerjék föl apró jeleken keresztül azt, hogy te mellettük vagy, és te szereteted alakítja, formálja életüket. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, irgalom Atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus, ami Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünk. Áldott vagyunk mindenség, Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bor. Felajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mondja, Uram, mire jó? Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Istenem. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére is mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javán. Istenünk, felajánljuk ajándékaidat, amelyeket azért kaptunk tőled, hogy nevednek szenteljünk. Változtass kenyerünket és borunkat szentségeddé, hogy orvosságunk legyen az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. De gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, többre tartsák az örök életkincset. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasság. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasság. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, amirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre,
kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adat. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből minden, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetség. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesül. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkkel. Elsősorban Márta édesanyjára gondolunk, akiért ezt a szentmisét felajánlja. És mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világ. Bocsásd őket szent színed látás. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonnyal, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a mai nap szentjével, római Szent Franciskával, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök élet. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön. A Istent Atyának hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Mi reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki összes uralkodol mindörökkön. Az Úr békéje legyen veletek minden. Engesztelődjetek ki szívből egymást.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket megkivasztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szívem. Azokkal együtt, akik távolabbról kapcsolódnak be a Szent Liturgiába, mondjuk el lelki áldozás imáját, amelyet főpásztorunk ír. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj tehát lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadja. Örvendjetek mind, akik benned bíztak, Uram. Újjongjanak, mert velük maradsz mindörökre. Könyörögjön. Istenünk, te szüntelen táplálsz minket szentségeiddel. Engedd, hogy az az eledel, amelyet a szentségben nyújtasz, adja meg nekünk az örök életet, Krisztus, ami Urunk át.
Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.